नल है की कहगी, अखियाँ नल है की कहगी। सियासतok kedves barátaim, ismerőseim, testvéreim a Krisztusban. Mivel hogy közeledik a halottak napja, elhatároztam, hogy ezzel a témával fogok egy picikét foglalkozni, de mi is a halottak napja, vagy a Halloween, ahogy már modern társadalmunkban inkább a Halloween átjött, vagy nem az egésznek, vagy nem mindenkinek jött be, de nyugatról bejött ez a nagy divat. És akkor van egy fontos kérdés, vagy feltennék egy fontos kérdés. Nekünk, keresztényeknek mi a fontos? A halottak napja, vagy a Halloween? Na most engedjétek meg, hogy erre a kérdésre csak utána válaszoljak, miután megnéztük ezt a kis rövidke videót. A 12. fejezetből a 27. verset. Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévedtek. Szóval, mit üzen nekünk ezen az igén keresztül Isten? Hogy ő nem a holtak istene, ő az élők istene. Nem is tud lenni a holtak istene, mert a holt nem tud semmiről. Egyáltalán semmiről nem tud. Ő alszik a földben, pihen a földben. Biblia ezt több mint 60 helyen elmondja, és sok-sok helyen elmondja, hogy milyen a halottak állapota. Ki meghal, nem tud többé semmiről, ami a nap alatt történik, de semmiről egyáltalán. Szóval a halotti kultuszt átvette a katolikus egyház, és azon keresztül sok más egyház, nem az összes. Én például nem ünneplem ezt az ünnepet, mert itt nem messze fekszik tőlem a feleségem, aki nagyon hiányzik, nagyon szeretem, de feleséghez fogok oda járni hozzá, minek? Nekem itt van a szívemben. Nincs nap, nincs perc, amikor ne gondolnék rá. De azzal már nem segítek vele, hogy oda megyek a sírá, hogy emlékezzek rá, hogy hát mondom, nincs egy perc naponta, minden nap, hogy ne emlékezzek rá, hogy azokra, akik már meghaltat az apukámra, vagy barátaimra, ismerőseimre, őket a szívemben hordom, és mindig emlékszem rájuk. Szóval ezt az ünnepet a katolikus egyház a pogányságtól vette át, és bevezette keresztényre. A Bibliában sehol nincs egy szó se róla, viszont ahogy olvastam nektek, a mi Istenük nem a holtak istened, de az élőké. Nos, akkor honnan származik ez az ünnep? Hát Európában a keltáktól, a kelták hozták be, nem tudom, hogy honnan őt, azt mondják, valaki azt mondja, hogy germán, népség, de mindegy. Szóval tőlük származik ez az ünnep, és a Halloween honnan származik, az is a keltáktól van, mert miután kimentek innen Európába, vagy a kontinentális Európából a kelták, behúzottak a brit szigetekre, Skóciába is, meg mai Írország területére, és onnan az ünnep átment Amerikába, és Amerikában olyan kommersz ünnep lett belőle, és most már ide hátszött hozzánk ez a kommersz. De jóformán
Halloween meg a halottak napja pont ugyanaz, nincs közötte különbség, csak a Halloween olyan kommersz ünnep. És ez olyan, mintha komoly keresztény ünnep lenne, semmi közel kereszténységhez. Mondom, Bibliában nincs egy helyen se, ahol a holtakat ünnepelték volna, vagy a holtakat dicsőítenék, sehol nincs olyan ige, ilyen, vagy olyan vers. A Biblia csak az élőket ünnepli, de majd, amikor eljön Krisztus erre a földre, felébreszti a halottakat, feltámasztja a halottakat, azokat, akik Krisztusban haltak meg, és mi vele megyünk a mennyországba 1000 évre, utána visszatérünk, újra teremti az egész földet, és ott fogunk élni egy fizikai életet, egy újra teremtett földön, gyönyörű, szép természettel, mindennel, olyannal, mint amilyen a paradicsomban volt. Szóval, barátaim, testvéreim, sem a halottak napja, sem a Halloween nem keresztény ünnep, pogány ünnep mind a kettő, hiába most már azt kapták, azt a pecsétet tették rá, hogy keresztény ünnep, semmi köze a kereszténységhez, az igazi kereszténységhez. Persze mindenki azt ünnepli, amit akar, az ő dolga. Csak emlékeztetni akarok egy dologra, ahol Jézus azt mondja, hogy két urat nem szolgálhatsz. Vagy az egyiket szolgálhat, a másikat utálhat. Vagy Isten, vagy a másik, vagy a sátán. És ami nincs Istentől, az a sátántól van. Szóval hallgathat, aki is ahogy akar, de keresztényeknek, vagy valódi kereszténynek nem lenne szabad ünnepelni ezt az ünnepet. Én minden nap megemlékezem a feleségemről és azokról, akik meghaltak már, itt vannak a szívemben, ezt senki nem lopja el, és várom azt a napot, amikor eljön Krisztus, és feltámasztja őket, és akkor társalgathatunk, beszélgethetünk együtt. Szóval, barátaim, sziasztok!